Jól indította a mérkőzést a Maros menti alakulat, az első gólokat az ő számlájukra írták. A meccs a negyedik perctől vált csak igazán érdekessé, amikor a fiatalokból álló szegedi együttes 7 egymás utáni találattal 4-10-re ment el. A makóiak nem adták fel, helyzeteiket gólra váltották. A félidőre 4-re faragták hátrányukat. A második játék részben a gyorsasági volt a főszerep, ugyanis a helyiek által elhagyott labdákat az ellenfél szedte össze és értékesítette, ezzel tovább növelve előnyüket. A marospartiak ezt követően kicsit összeszedték magukat, és a 17. percben 5 zsinórban bedobott góllal ismét felzárkóztak. Az egyenlítésre azonban már nem maradt idő, így a végeredmény Contitec Makói KC PIK Szeged U23-24-30. Gera Norbert vezetőedző a mérkőzést követően elmondta, sok védelmi hibát követtek el fiai, mely párosult a kihagyott helyzetekkel is. Van hiányérzetem, mert ez a Szeged most fogható lehetett volna. Én úgy gondolom, hogy egy picit talán fásultabban játszott a Szeged. Ami probléma, hogy mi ezt nem tudtuk meglovagolni, és nem tudtunk ebből előnyt kovácsolni. Igazából végig jól játszott a Szeged, gratulálok nekik. Látszik a rengeteg edzés, játszik a heti 2-3 mérkőzés, amit ugye ők lejátszanak egy héten. Ez most, én úgy gondolom, hogy kijött a két csapat között. Az MB2 délkeleti csoportjában szereplő Contitec Makói KC gőzerővel készül a hátralévő 3 bajnoki mérkőzésre, ahol jó eredmény esetén döntően befolyásolja a bentmaradást. Most szombaton Békés Csabára utaznak, míg 2 hét múlva vasárnap a Turkell együttesét fogadják az Erdei János Városi Sportcsarnokban.